A magyarok eredete. Rege a csodaszarvasról. Szállamadár ágról ágra, száll az ének szájról szájra. Hol volt, hol nem volt, messze nap kelet felé volt egyszer egy híres nevezetes fejedelem, akit Ménrótnak hívtak. 100 gulyása, 1000 csikósa, tömérdek nyája, ménese volt ennek a fejedelemnek. De ő nem azokra volt büszke, hanem két fiára. Hunornak hívták az öregebbiket, magyarnak a fiatalabbikat. Egyformán derék, jó növésű legény volt mind a kettő. Sas a szemük, villám a kezük. Nagy vadászember volt Ménrót, s akármerre űzte, kergette a vadat, mindenfelé elkísérte a két fia. Mondta is neki a felesége, Enék királynő, nem jó vége lesz annak, uram királyom, ha te úgy rákapatod a gyerekeket a vadászatra. Ahogy az Isten akarja, felelte mosolyogva a fejedelem. Én már csak annak örülök, hogy nem kell már azokat félteni a vadállattól se, mert azzal is elbánnak. Később a fiúk apjuk nélkül is elmentek vadászni. Egyszer éppen apjuk országának a határán vadászgattak kíséretükkel. 50 deli levente kísérte Hunort, 50 nyalka legény magyart. Sok madarat halomra nyilasztak, dárdájuk számtalan vadat leterített. A két testvér már éppen hazafelé készülődött, mikor hirtelen egy csodálatos szarvas bukkant fel előttük. De olyan ám, amilyet még soha nem láttak. Fehér a szőre, mint a hó, ragyog a szeme, mint a gyémánt, ágas-bogas két szarva pedig egymásba fonódva olyan, mint a koszorú. Ezt már csak nem hagyjuk itt, kiáltotta Hunor lovára pattanva. Legjobb volna elevenen elfogni és hazavinni édesanyánknak. Azzal felszökött paripájára magyar is. Hajrá, 100 vitézükkel utána a csudaszarvasnak. Árkon, bokron keresztül, hegyről le, hegyre fel, sűrűből tisztásra, mezőből beregbe. Reggeltől napszálatig nyomában voltak, de csak nem érték el a szarvast. Nyilakat lőttek utána, de a nyilvessző lepattant róla. Mikor már úgy volt, hogy mindjárt elfogják, nagyot szökkent a gyönyörű állat, s egy locsogós, mocsaras ingoványban végképp elveszett a szemük elől. A daliák egymásra néztek. Szeretném tudni, bátyám, hova kerültünk, szólalt meg magyar. Körülnéztek, s csudaszép tájékot láttak maguk körül. Sejem a füve a legelőknek, mézes a gyümölcse a fáknak, az erdőben seregestül az őz, nyüzsög a folyóban a hal. Hely, öcsém, szeretnék én itt sátrat verni, sóhajtott Hunor. De megszakadna apánk, anyánk szíve, ha többé nem látnának bennünket, felelte magyar. De látnak ám, fordította hazafelé Hunor a lova fejét. Szüleinkhez hazatérünk, szándékunkra áldást kérünk. Haza is ment a két testvér az öregekhez. Ménrót fejedelem helyben is hagyta szándékukat, csak Enék királyné sopánkodott. Jaj, édes gyermekeim, mi lesz belőletek azon a vadon helyen? Kifőz nektek ebédet, kimossa ki gyolcs ruhátokat. Majd csak áld az Isten arra is valakit, biztatta a fejedelem a feleségét. Csak ugyan adott is. Mire a fejedelem fiai a 100 vitézzel visszatértek a szigetre, már messziről vidám muzsikaszós ének fogadta őket. Egy szomszéd fejedelemnek, Dúl királynak a két lánya mulatott, mind a kettő 50-50 lánypajtásával. Táncoltak, bujócskáztak, lebegtek, libegtek a holdfényben, mint lilion virágok a szélben. Hunor és magyar összenéztek a vitézekkel. No, fiúk, lesz már, aki főzzön mosson ránk, ebből lesz csak nagy lakodalom. Úgy is lett. Egyszeribe közre fogták a táncoló leányokat, kiki egy lányt fölkapott a nyergébe, s azzal usdj neki, vesd el magad, elvágtattak se beszélnél sebesebben. Hunor és magyar azt a két lányt kapták föl a nyergükbe, akik a kör közepén táncoltak. Mikor a sátrukhoz értek, ott szép gyöngén leemelték a leányokat a nyerekből, és bevitték a sátrukba. Aközben magukhoz tértek a leányok is. Reszkedtek a félelemtől, de Hunor és magyar olyan szép szavakkal engesztelték, vigasztalták, hogy lassanként neki bátorodtak, s nem is bánták, hogy elrabolta őket ez a két deli szép fiú. De a többi lány sem bánta. Hunor és magyar csak most tudták meg, hogy az a két leány, akit ők elraboltak, az alánok fejedelmének Dúlnak a lánya. Annál jobb. Fejedelmi vérből való feleségük lesz hát.
De a leányok is örültek, mikor megtudták, hogy világhíres apa fiai veszi őket feleségül. Mondta Hunor az ő párjának: te az enyém, én a tied, ásók apa választon el minket. Mondta Magyar is az ő választottjának: te az enyém, én a tied, ásók apa választon el minket. Visszamondták a lányok ezt is szóról szóra. Ez volt az ő esküjük. Még aznap nagy lakodalmat csaptak. Egyszerre volt a lakodalma Hunornak, Magyarnak s a száz vitéznek. Az Isten megáldotta Frigyüket, s szaporodtak ivadékról ivadékra. Idők múltán már nem volt elég a szép sziget Hunor és Magyar nemzetségének. Tovább kellett vándorolniuk. Új hazát, nagyobbat kellett keresniük. Annyira elszaporodtak Hunok és Magyarok. Merre mentek? Hová jutottak? Elmondom nektek később.